A 2018-as nyári szezon a hazai fürdők életében kis túlzással tragikusan indult. Míg májusban folyamatosan 30 fok körüli hőmérsékletek és verőfényes napsütés volt a jellemző, addig a június és a július jelentős része rendkívül csapadékos volt. Július 20-áig gyakorlatilag majd minden nap esett az eső, ami a látogatószámban is visszaesést eredményezett. Az élményes parkfürdő tekintetében az előző évi bázishoz képest július közepére mintegy 10 000 fő volt az elmaradás, a tófürdő sem hozta a tervezett számokat. Július utolsó napjaira aztán megérkezett a nagybetűs nyár, igazi kánikula volt augusztus végéig, ez jelentősen éreztette hatását a vendégforgalomban is. Szép számokat tudhatunk magunk mögött. Az Aquarius élmény és parkfürdőbe közel 240 000 vendég váltott jegyet az idei szezonban, és a tófürdő is egy kiemelkedően jó szezon tudhat maga mögött, hiszen ott pedig 36 000 vendéget láttunk vendégül. Mind a két szám túl teljesíti egyébként a terveinket, az alapvető elvárásainkat. A vendég összetételünk az nem sokat változott, illetőleg azért egy kis elmozdulás bizonyos küldőpiacoknál észrevehető, még mindig ugye a belföldi vendégek dominálnak, és a külföldi küldőországok közül pedig Szlovákia van az első helyen. Az ukrán és a lengyel vendégek tekintetében látható egy jelentős emelkedés, ami azt gondolom, hogy jól mutatja a város marketing tevékenységét ezekbe az irányokba tevődött, és az elmúlt években még a román vendégek is nagyon-nagyon szép számmal növelték a látogatószámunkat. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon jó irányok, a külföldi csatlakozó három országgal, ugye ha Lengyelországot is veszem, akkor négy országgal, nagyon jó viszonyunk van és nagyon szeretnek Nyíregyházára jönni. Jól működött az idei kampány, és Rubint Réka jó reklámarcnak bizonyult. Posztjaira, személyes megjelenéseire figyelnek az emberek. Az egészséget az aktív mozgás szimbolizálja. Ezek a szimbólumok kapcsolódnak alapvetően a fürdőzéshez, a fürdőkhöz is. A parkfürdőben megtartott alakreform edzésen is tömegek vettek részt július végén. Szeptember 2-án véget ért a szezon, de a parkfürdő versenymedencéje, illetve a családi medence tovább működik, októberben kezdik építeni a téli sátorfedést. A Julia fürdő előreláthatóan november elején újra megnyitja kapuit. Hamarosan megkezdik a tófürdő rekonstrukcióját is. A következő szezonban már egy külső jegyeiben, esztétikájában megújult, magasabb szolgáltatási színvonalon működő tófürdő várja majd a vendégeit.